Két vámügyi szerv kezdte meg működését 1921 őszén Mohácson. A vámőrség bújtatott katonai szervezet volt, a vámhivatal pedig a mai kirendeltség elődje. A folyami határkirendeltség centenáriumi ünnepségét a 2007-ben épült székházban tartották. A határforgalmi feladatok ellátásában résztvevő hivatalok jelenleg is ebben az épületben működnek. Ez egy nagy múltú 150 éves szervezetnek, a pénzügyőrségnek egy mérföldköve, hiszen 50 év működés után kialakításra került talán az egyik vagy az egyetlen ilyen típusú szervezeti egység a Duna mentén itt Mohácson. 100 éve. Ez is mutatja, hogy milyen értékek vannak ebben a szervezetben, akár a pénzügyőri ágat, akár azonnal jóval fiatalabb adószakmai területet nézzük. A mohácsi vízi határátkelőhely az uniós csatlakozás óta az EU és a Schengeni térség déli vízi kapuja is, mely felelős az Európai Unióba vízi úton érkező személyforgalom és vízi járművek ellenőrzéséért. Jelenleg ugye a Nemzeti Adó és Vámhivatal szintén egy ünneplésé, vagy egy évfordulót ünnepel, 10 évesek vagyunk idén. Ez egy nagy integrált szervezet, amely az állami bevételek 95%-át biztosítja. Egy közös, egy szemüvegű megközelítésen belül szedünk be adókat, jövedéki adókat, vámokat, illetékeket, végezünk a végrehajtás feladatait. A pénzügyigazgatás összes területén együtt dolgozunk, és azt gondolom, hogy ez nem csak egy technikai fejlődés, hanem egy szervezeti racionalizáció, és egy hatékonyabb munkavégzés is, amit most végzünk. Az ünnepségen köszöntötték a nyugdíjba vonult és a mohácsi vámhivatal folyamellenőrzésnél jelenlegi szolgálatot teljesítő kollégákat. Vörös József 1975-ben nyert felvételt a vám és pénzügyőrséghez. Pécset kezdett, majd onnan került Mohácsra. 1977-ben végezte el a vám és pénzügyőrség alapfokú iskoláját, majd 30 évet dolgozott a szervezetnél. Jelentős időszak volt, elég hosszú volt. Volt jó oldala, rossz oldala volt neki, de tulajdonképpen szeretettel csináltam a feladatomat, jó volt a kollektíva. Ugye most ez a megemlékezés, ez a 100 éves megemlékezés tulajdonképpen emlékezetessé tette ezt az időszakot, és jól esett, hogy gondolt a mai vezetőség ránk. Az ENSZ a Nyugat-Európai Unió misszió befejezése után a Hannover és a Scharnbeck elnevezésű német hajókat a mohácsi határkikötőnek ajándékozta. A Hannoverre fel is szállhattak az ünnepség résztvevői.